ezrek maradnak áram nélkül. Mindezeket hatalmas tornádok követik. Nemrég 3 forró szél pusztított a keleti városban. Azt hiszem, földrengés is van. Még sosem láttam ilyen időjárást. Ajánlom, keressenek menedéket. A bibliai proféciákat tartalmazó könyveket sokáig rejtély borította. Ókori szövegek, kódolt számok, szimbolikus képek beszéltek olyan apokaliptikus eseményekről, amelyek hamarosan teljesednek. Vajon megérthetjük-e jelentésüket? Mi a fenevad képe? Talán a bőr alá ültetett kis szerkezet, vagy valami sokkal fontosabb. Ki az Antikrisztus? Isten ellensége már megjelent, vagy vár a háttérben? Vajon terroristák okozzák a Föld végső nyomorúságát? Hogyan szemléljük az Armagedont és az utolsó hét csapást? Mit kell tudnunk, hogy el ne maradjunk, mikor az Úr visszatér? Felismerjük az utolsó napokat, és tudjuk, hogy mi fog következni? A következőkben meg fogjuk tekinteni, mit mond valóban a Biblia a Föld végső eseményeit. Maradjatok velem, és megtekintjük a bibliai proféciák hátterében levő csodálatos tényeket. Pedig Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be e könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Eljön-e a világ vége? És ha igen, mikor? Ez minden idők legfontosabb és legkomolyabb kérdése. Dániel proféta világosan megjövendölte, hogy a végső időkben a tudás növekedésének leszünk a tanúi. Megtörtént? Egyszerűen gondoljuk el, hogy mennyire megváltozott az utazás. 60 évszázadon át az emberek nem utazhattak gyorsabban, mint a leggyorsabb lovon. Az utazások, amelyek egykor hónapokba kerültek, most percekbe kerülnek. Egy generáción keresztül a számítógépek forradalmi változásokat hoztak be, amiket őseink el sem képzelhettek volna. De Biblia vers még helyesebb fordítása szerint a proféciát tartalmazó könyveket érintő tudás lesz nagyjá. És ahogy megjövendülték, ez is megtörtént. De a Bibliában nem csak Dániel beszél a végidők eseményeiről. Még milyen más tudás van elrejtve a régi írásokban? Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük.
De még ez nem itt a vég. És lesznek éhségek, és dögfalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Ha körülnézünk a Földön, látjuk, amint a politikai és a természeti erők egyre veszedelmesebbé teszik a Földet, ahol élünk. Gondolkozunk el, az utolsó 100 évben a Föld 2 világháborút és számos más összecsapást szenvedett el. Nem említve a nemzetközi terrorizmus erősödését. Emellé kerülnek a halált hozó, egyre ártalmasabb természeti katasztrófák, akárcsak a földrengések, a tüzek, az árvizek, a tornádok, a gyilkos viharok, a furcsa időjárások, amelyek földünket pusztítják. Bámulatos módon János kijelentette, hogy az utolsó napok jeleihez tartozik az is, hogy az emberek képesek elpusztítani a Jelenések 11:18-ban arról az időről beszél, amikor Isten elpusztítja azokat, akik a Földet. Világos, hogy ez a profécia szó szerint egy. Századokon át az emberek ágyukat használtak az ellenség ellen. De most olyan gyilkos fegyverekkel rendelkezünk, melyek egy pillanat alatt megsemmisíthetik az életet a Földön. Mi több, Jézus megjósolta, ha nem rövidíti meg az időt, senki sem marad. Jézus figyelmeztetett, hogy mindezeknek a tanúi leszünk. De ez csupán a vég kezdete. Lehet-e, hogy az ember kezdeményezi a vég utolsó eseményének bekövetkeztét? Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Bárki, aki átélt néhány évtizedet, nem tagadhatja, hogy erkölcsileg milyen mélyre süllyedt a modern társadalom. Minden generáció folytatja és súlyosbítja az elfogadhatatlan életmódot. Az eredmény? Mindenik generáció alacsonyabb erkölcsi szinten rendelkezik, mint az őt megelőző. És úgy néz ki, hogy ennek a szégyenletes hanyatlásnak nincs vége. Noé idejében a gonoszság oda vezette őket, hogy megsemmisüljenek az özönvíz által. Lót idejében Sodoma és Gomora romlottsága miatt tűz szállott alá, és megemésztette e városokat. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Napjainkban is megtörténhet, hogy a gonoszság sokasodása újra ítéletet hoz alá a mennyből. A társadalom erkölcsi süllyedése mellett a Biblia arról figyelmeztet, hogy az utolsó időkben a spiritizmus és az okkultizmus is növekedni fog. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. A halottakkal való beszélgetés gyakorlását a Biblia régóta tiltja, de könnyen elfogadják még a modern egyházakban is. A varázslással és okkult kérdésekkel foglalkozó tévéprogramok, filmek nagyon népszerűek lettek, különösen a fiatalok körében. A spiritizmus és az erkölcstelenség szaporodásának ellenére a Biblia azt tanítja, hogy ahol a bűn növekszik, ott a kegyelem még inkább megnövekszik. Az utolsó napokat érintő legfényesebb hír Jézus ígéretében áll. Mielőtt visszajön az evangélium, eljut az egész világra. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Az egykor képtelenségnek látszó feladat, hogy az evangéliumot eljuttassuk a világ 4 szélére, hamarosan valóság lesz. Misszionáriusok által és könyvek által, kazettákon és műholdas közvetítéseken keresztül, az internet segítségével az evangélium gyorsan terjed az egész Földön.
A megváltás üzenete sosem volt olyan elterjedt, mint ma. A Biblia kijelenti, hogy mi az utolsó napokban élünk. A tudás növekedése, a globális bizonytalanság, az erkölcsi romlás és az okkulty iránti robbanásszerű érdeklődés mind annak a bizonyítéka, hogy a vég közel van. Az utolsó, végső jelek hamarosan teljesen. De még van valami. A Biblia figyelmeztet, hogy a jó és a gonosz erőinek összetűzése a világot végül az armageddoni csatára vezeti. Valamikor a közeljövőben olyan globális válság következik be, amely az egész bolygót olyan rémítő helyzetbe hozza, amelyet még senki sem látott. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. Milyen katasztrófa hozhatja el az utolsó nyomorúságot, és mikor fog megtörténni? Lehetséges, hogy terroristák okozzák? Vagy egy nemzetközi gazdasági csőd? Talán egy földrengés, egy hullócsillag, vagy valamilyen szerencsétlenség? Talán egy kémiai veszedelem, vagy egy halálos biológiai csapás? Vagy talán e katasztrófák keverik? Habár a Biblia nem jelenti ki pontosan a kritikus eseményeket, mégis beszámol a következő jelenetekről. Hamarosan még többet tudunk meg a végső időkről és a megdöbbentő eseményekről, amelyekre még a keresztények közül is sokan nincsenek felkészülve. Amint a nagy nehézségek elkezdődnek, a föld vezetői óriási csapásokkal. De azok a keresztények, akik hűek az Úrhoz, a Szentlélek erejének kiáradását tapasztalják. És ezek után látik más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Ez a nagy erő, amely megvilágosítja Isten gyermekeit, a Szentlélek. Szent félelemmel bizonságot tesznek Istenről, az egyházakat reformra szólít, és az elveszetteket Jézushoz hívják. Bíznak Isten szavában, és kérik, hogy térjenek meg bűneikből, és tartsák meg Isten törvényét. Az ébredés lelkülete az egész világot áthatja. A Szent Lélek az, aki segít az egyház tagjainak és lelkészeinek, hogy szorgalmasan dolgozzanak az emberek megmentéséért. De mi alatt a Szentlélek munkája egyre jobban meglátszik, az okkult megnyilvánulások is erősödni. Megtévesztő ördögök jelennek meg sokaknak, a meghaltak kedveseiként, vagy a bibliai szentek képében. Békéről és reményről szólnak, de közben hamis és veszélyt rejtegető tanúkat tanítanak. A bibliai figyelmeztet. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek. Elképzelhető, hogy ezek a természetfeletti megnyilvánulások nagy befolyással lesznek az emberekre, és kevesen fognak azok ellen szólni. A családok és az egyháza képtelenek megállítani a globális gonoszság egyre jobban növekvő hullámai. Az erkölcsi, politikai és környezetbeli gonoszság közepette, az emberek reménytelenül keresik az egyetemes erkölcstelenség hatékony megfékezését. Politikai és vallásos vezetők a drámai körülményektől kényszerítve szigorúbb törvénykezési eljárásokat követelnek az isteni alapelvek és a földi béke visszaállítására. A tévesen irányított követelmények következtében a kormány olyan törvényeket ad ki, amelyek Isten törvényébe ütköznek. De ez nem az első eset a történelemben, amikor ilyesmi történt. Talán még emlékeztek a jól ismert történetre Dániel harmadik részéből. Babilon királya, Nabukodonozor megparancsolta, hogy mindnyájan hajoljanak meg és imádják a felállított arany állóképet. Három héber fiú tudta, hogy e parancs ellentmond a második parancsolatnak, mert ez bálványimádás. Ők hűségesek maradtak az Úrhoz, és nem hajoltak meg az állókép előtt. A király haragra lobbant, és megparancsolta, hogy dobják a tüzes kemencébe őket. De az Úr csodálatosan közbelépett, és megmentette életüket. A másik történet Dánielről szól az oroszlánok fermében. Amikor a perzsa király azt kérte, hogy rajta kívül senkit se imádjanak 30 napig, Dániel tudta, hogy ez a rendelet áthágja Isten első parancsolatát. És így Dániel bátran, szokása szerint nyitott ablakkal imádkozott, annak ellenére, hogy ezzel életét kockáztatta.
Dániel ellenségei azonnal jelentették az áthágást a királynak, aki neheztelve mégis megengedte, hogy hűszolgáját bedobják az oroszlánok fermébe. De Isten ereje újra nyilvánvaló lett, amint csodálatosan megőrizte Dániel életét. Az akkori napokhoz hasonlóan a Jelenések könyve megjövendőli, hogy egy gonosz hatalom olyan törvények kiadására vezeti a föld vezetőit, amelyekben az embereknek megszabják, hogyan imádják Istent. Ezek a törvények látszólag az erkölcsösséget védelmezik, de valóságban arra készítik a Földet, hogy nyitottan fogadja a fenevad bélyegét és az Antikrisztust. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. A hatalmas válság idején, amikor a Föld reménytelenül keresi az enyhülést és a globális biztonságot, a segítség a legváratlanabb formában fog megjelenni. A világ különböző helyein egy kiáltás hangzik. Jézus megjött, Jézus visszatért! Sugárzó, karizmatikus személy jelenik meg, és vallja, hogy Isten fia. Riporterek serege gyűl össze, hogy tanulni legyenek a csodáknak. Ugyanazokat a szavakat hallják, amiket Jézus használt az írásban. Ezt az eseményt a műholdak által az egész világon közvetítik, és milliók fogják tévesen azt hinni, hogy a tévében való megjelenése betöltötte az írásokat, minden szem látni fogja őt. Sok vallás suvarogva várja egy megváltó megjelenését, és e tündöklő lény úgy tűnik, mintha az imáikra lenne a válasz. De a II. Korintusi levélben a Biblia arról figyelmeztet, hogy maga Sátán is világosság angyalává változik. Szomorú, mert nem Jézus az, akit az emberek új kitárt karral. Sátán az, aki Isten fiát utánozza. Sátán így az egész földkerekséget képes egyesíteni és megerősíteni a hamis imád. Sátán ezzel az általunk ismert legnagyobb csalását viszi. Sátán csalása azt igazolja, hogy nagy hatással lehet a világra. A legtöbb lelkivezető elfogadja a nagy csalót és az általa hirdetett imádati rendszert. Ahogy a világot érő szerencsétlenségek megerősödnek, a vallási vezetők hiszik, hogy nincs idő a vesztésre, és az egész világnak el kell fogadnia a hamis messiás mesterkeléseit. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Nem mindenkit csap be. Egyesek tudják, hogy a Biblia kijelenti ezt a csalást, és tudják, hogy a hamis messiás félrevezeti az embereket Isten törvényétől. De ez nem az első alkalom, mikor Sátán világosság angyalaként jelent meg. Amikor Jézus megkísértetett a pusztában, Sátán Isten dicsőséges küldötteként jelent. Az ördög akkor fette fel valódi azonosságát, amikor arra kísértette Jézust, hogy megtagadja Isten szavát. Újra hasonló taktikát használ arra, hogy az egész világot elhitesse, és Isten törvényének áthágására bírja. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. A Föld döntésre hivatott. A hamis Krisztus és a globális hajlam két csoportra osztja a világot. Azokra, akik a Bibliát követik, és azokra, akik a fenevadat követik. Aggodalom tölti be az emberek szívét, és a vallás kérdése tölti be mindenki elméjét. Tévében és a rádióban, törvényszéki tárgyalásokon, az Úr igaz követői a világvezetők elé vitetnek, ahol erőteljes bibliai érvekkel támasztják alá, miért nem hajolnak meg a tömegekre erőltetett, hamis imádat előtt. Isten parancsolatai és az igazi imádat lesz minden beszélgetés központjában. Isten szolgáinak meggyőző érvei és a Szentlélek vezetése nyomán a világon ezrek fordulnak el élettelen egyházaiktól, és csatlakoznak azokhoz, akik nem népszerűek, de Jézus igaz követői. A kérdés, Istennek engedelmeskedjünk, vagy az embereknek, a népszerű hagyományoknak, vagy a Szentírásnak,
az egész világot két csoportba sorakoztatja fel. Egyfelől lesznek azok, akik megkapják Isten pecsétjét, másfelől azok, akik a fenevad bélyegét veszik magukra. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ez a szöveg a jelenésekből elmondja a következő eseményt, mert minden ember, asszony, gyerek meghozza a végső döntést. Vagy Krisztussal, vagy ellene. Isten oldalán állnak majd azok, akik az erőteljes tiltás ellenére hűen kitartottak igéje mellett. A másik csoportban azok lesznek, akik az emberek vallási hagyományait karolják. Ahogy Noé ajtaja bezárult az özönvíz előtt, úgy zárul majd be a kegyelem ajtaja a világ előtt, és Isten kegyelme többé nem lesz elérhető az elveszettek részére. Jézus második eljövetele közel van, de a Földnek előbb meg kell tapasztalnia a valaha is ismert legpusztítóbb csapásokat. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala hét angyalnak. Menjetek el és töltsétek ki a Földre az Isten haragjának hét poharát. Elméne azért az első, és kitölti az ő poharát a Földre, és támad a gonosz és ártalmas feké azokon az embereken, akiken vala fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. A dolgok jóra fordulásának reménye megsemmisül, mialatt a jelenések hét csapásra nagy hirtelenséggel a Földre hull. Ezek a legszörnyűbb csapások, amit az emberek valaha is láttak. Az első csapás rendkívül fájdalmas lesz, és az elveszettek borzalmasan fognak szenvedni. De hat szörnyű csapás következik még gyorsan egymás után. A tengerek és a folyók forrásai vérré vál. A nap nagy forrósággal fog sütni, és tikkasztani fogja az emberek. Amint a csapások egymás után kitöltetnek, rémület tölti be az egész világot, és az emberek pánikba esnek. Ebben az időben a megváltottak közül némelyek puszta és kietlen helyeken találnak menedéket, ahol Isten angyalai őrködnek felettük és gondoskodnak róluk. Másokat magányos börtönökbe zárnak. Az emberek látszólag megfeledkeztek róluk, Isten azonban sohasem. Az Úr hűségesei mentesek a csapásoktól, akár csak Izrael gyermekei az egyiptomi csapások idején. Most a hűségesek félelmes önvizsgálaton mennek. Gondolataikban e kérdés uralkodik el. Vajon megbékéltünk-e Istennel? Végül Isten ígéreteiben bízva békére lelnek. Megharagvik azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzik egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonságtétele. A hamis Krisztus befolyására a szerencsétlen elveszettek azt hiszik, hogy a csapásoktól való szabadulást csupán akkor remélhetik, ha megsemmisítik azokat, akik ellenük vannak. Ezért amellett döntenek, hogy megkeressék és majd kivégezzék Isten népét, amely kitartóan ragaszkodik az írásokhoz. A lelki csatában az emberi hagyományok és a fenevad követői dühösen támadnak azok ellen, akik szeretik Jézust és megtartják parancsolatait. Ez képezi Armageddon végső csatáját. A gonosz világ végül eléri Isten türelmének határát, és eljön az idő, amikor Isten közbelép és megmenti hűséges gyermeket. Éjfélkor pedig kiáltás lőni. Imhol jő a vőlegény. A legsötétebb órában a korszakok várva várt reménysége beteljesedik. Isten parancsoló hangon kijelentett. Elvégeztük! Mennydörgő hangja megrendíti a mennyet. Majd egy erőteljes földrengés jelzi a mennyei sereg között. Isten megrémült és üldözött gyermekei most szivárványtól körülvéve sugárzó arccal egyenesednek fel üldözőjének. Arcuk fénylik, mert tudják, hogy a megváltó és az ő angyalserege azért jön, hogy hazavigye őket.
Íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e fölnek minden nemzetsége. Ez nem egy titkos elragadtatás, amit talán hallottátok, hiszen a Földön minden szem tanúja lesz egy csodálatos eseménynek. A legtöbben megremegnek tőle. A gonoszok kétségbe esetten szaladnak a sziklákhoz és a barlangokhoz, hogy elrejtőzzenek a közelhető szent királyától. És ahogyan Jézus megígérte, a gonosz emberek, akik részt vettek a keresztre feszítésében, feltámadnak a sírjaikból, hogy meglássák őt eljönni a dicsőségben. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Egy hangos trombita hangja hallatszik a mennyből, és a megváltó szava szól minden idők elhunyt szentjeihez. Ébredjetek! 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 Ti, akik aludtok a dolgokban, és keljetek fel! Az egész Földön keresztül a szentek hatalmas seregekkel fel földi ágyában. Megdicsőült, ifjú és halhatatlan testben támadnak fel. Nyoma sem lesz betegségnek vagy fogyatékosságnak. Majd azok is átváltoznak, akik átélték a nyomorúságos időt. Egy szempillanat alatt új, tökéletes és halhatatlan testet öltenek. A gonoszok félelemmel és haraggal nézik a csodálatos jelenetet. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. A megváltottak maguk mögött hagyják a fertőzött földet, és megszabadulnak a megsemmisítéstől. Az angyalsereg felé tartanak, hogy a felhőkben magukkal találkozzanak. A szenvedés, bűn, nyomorúság számukra örökre véget ért. Az Uruktól elválasztó fátyol örökre lehull a szemeikről, és szemtől szembe láthatják meg őt és a mennyei angyalokat. És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig. Nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek. Olyanok lesznek a földnek színén, mint a gani. Káosz veszi körül a hátrahagyottak. Az eszeveszett démonok orkánya közepette a föld megrendül, az óceánok háborognak, a szigetek eltűnnek, és sötét, dühös felhők verik a földet gigantikus jégesül. Amely gonosz túléli a katasztrofát, azt az Úr dicsőséges jelenléte fogja megsemmisíteni. Testük szétszorodva hevel a romba dőlt bolygó felszínén. Egyedül Sátán és elbukott angyalai maradnak hátra, hogy szemléljék lázadások következményeit. És látik egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre. A romba dőlt világgal körülvéve Sátán és angyalai 1000 évre a földhöz kötöztettek. Fogságban lesznek ezen a kietlen, sötét földön. Bukott angyalainak jelenlétében Sátán eltűnődhet az eljövendő büntetésére. Mindenfelé lerombolt városokat, leégett erdőket és száraz csontokat lát, amelyek mind lázadásának borzalmas következményei. Bezárva, akár egy feneketlen kutba, senkit sem kísérthetve, Sátán egyszerűen tehetetlen. És látik királyi székeket, és leülének azokra, és adatik nékik ítélettétel, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendőig. Mialatt Sátán a sorsán elmélkedik,
a megváltottak a menny leírhatatlan dicsőségében vannak. Mindegyik találkozik őrző angyalával, aki megfelel a földi életről támadt kérdéseikre. A végső áttekinthetőség jegyében az Úr meghívja őket, hogy részesei legyenek az ítéletnek, és feltárja előttük az elveszettekről szóló feljegyzéseket. Most a megváltottaknak alkalmuk van a saját szemükkel meglátni, miért nincsenek jelen azok, akikről elvárták, hogy ott legyenek. Az elveszettek rejtett gondolatai nyilvánosságra kerülnek. A minden emberért vívott lelki csatát leplező fájtlat félrevonják. Az elbukott angyalok tettei és befolyása is megtekinthető. Isten nagyszerű nyitottságról és áttekinthetőségről tesz bizonyságot. Pál előre megírta. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Mielőtt a bűnösök megkapják a végső büntetést, az életkönyvét figyelmesen megvizsgálják azok, akik ismerik és megértik a földi küzdelmet. A gonoszok minden szavát és tettét Isten szavával mérik meg. Megerősítik a felettük való ítéletet, és megszabják büntetésüknek súlyosságát. Végül, az ezer év végén Jézus és a megváltottak arra készülnek, hogy visszatérjenek a földre. Elérkezett az idő, hogy Sátán, az ő angyalai és az elveszettek tetteik végső következményével szembesülnek. Nem sokára a szelidek örökölni fogják a földet, de előbb Isten végrehajtja ítéletének utolsó részét, és a világegyetemet megtisztítja a bűntől. És én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Az ezer éves mennyei szombat után Jézus is a megváltottak, az Új Jeruzsálemben térnek vissza a földre. Ahogy a város a kietlen földhöz közeledik, Jézus parancsol a halott gonoszoknak, hogy ébredjenek földi sírjaiból. Szavára minden idők elveszettjei állnak meg az Úr előtt. A gonoszok ugyanolyan halandó testtel támadnak fel, mint halálok előtt volt. Ahogy Jézus alászáll, lábaival megérinti az olajfák hegyét. Egy hatalmas földrengés romba dönti a hegyet, és óriási síksággá alakítja. Azután az Új Jeruzsálem, Isten erős városa leereszkedik a mennyből, és elfoglalja a helyet, amelyet Jézus készített. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegleten lévő népeket, hogy egybegyűjtse őket háborúra. Meglepő módon Sátánnak most is sikerül elhitetni a követőit, de utoljára. Arra buzdítja őket, hogy erővel hódítsák meg a mennyei várost. Tábornokok és hivatásos katonák minden időből összefognak, és közösen készülnek a mesebelének látszó ütközetre. Utolsó tettükkel az elveszettek kimutatják, hogy szívük nem változott. Ha lehetséges lenne, megfosztanák Istent a tróntól, és elfoglalnák a várost. Túl kevesen értik meg, hogy a háborút már annak megkezdése előtt elveszítették. Az ítélet napja megérkezett. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Váratlanul Isten jelenik meg a város felett dicsőséges trónján. A gonoszok minden csataterve meghiúsul. Amint meglátják Istent, az elveszettek fájdalommal gondolnak vissza minden elkövetett bűnökre. Eszükbe jut minden alkalom, amikor lelkiismeretük szavát elhallgattatták. Minden olyan alkalom, amikor a Szentlélek kérlelő hívását megvetették. Sokan azzal a hittel hunytak el, hogy sikeresen rejtették el bűneiket, gyilkosságaikat és szenvedélyeiket.
megszégyenülve tapasztalják a saját bőrükön Jézus szavait. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne, és oly titok, mely ki ne tudott. Amint életük panoráma szerűen lepereg szemük előtt, az elveszettek teljesen megértik, hogy saját döntésükkel utasították vissza a megváltást. Tragikus, de a városban levőknek békéje és öröme sosem lesz az övék. A rájuk nehezedő kétségbeesés és reménytelenség elbeszélhetetlen. A lázadok nem tagadhatják Isten igazságát, amely bűnösöknek nyilvánítja. Együttes hanggal kiáltják, igazak és igazságosak a te ítéleteid szenteknek királya, és térdre borulva imádják az életnek fejedelmét. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szála alá, és megemészti azokat. Végül elérkezik az idő, amikor az elveszettek tetteik végső következményeivel szembesülnek. Figyelmeztetés nélkül tűz és kénkő esik a mennyből. A föld megnyílik, és a mélyből is tűz jön fel. Miközben a pokol megsemmisíti a gonoszokat, az igazak biztonságban vannak az új Jeruzsálem kapuinkban. Minden bűnös cselekedetei szerint fizetnek. Akiknek kevés bűnük van, gyorsan megsemmisülnek, de akik borzalmas vétkeket követtek el az emberiséggel szemben, azok többet szenvednek. Sátán, aki minden gonosz szerzője, a legtöbbet fog szenvedni. Isten számára a gonoszok megsemmisítése szörnyű látvány, de ez egy olyan tett, amit igazsága megkövetel. A bűn zsoldja a halál. Jézus a kereszten elszenvedte a végső büntetést azok számára, akik elfogadják az ő áldozatát. De tragédia, hogy az elveszettek elutasították ezt az ajándékot, és így nekik kell megfizetni bűneik szörnyű büntetését. Fogja Pímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyana lesz minden kevés és minden gonosz tevő, mint a pozdorja. És széttapodják a gonoszokat, és pórá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon. Mialatt az elveszettek büntetése a végéhez közeledik, a világegyetem lakosai felemelik hangjaikat és Istent dicsőítik, mert Sátán szörnyűséges uralma örökre véget ért. Miután a világegyetem békéjét örökre lebiztosította, Isten figyelmét az új menny és az új föld megalkotása köti le. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. Miután a föld tűz által megtisztul, az Úr csodálatos újjáteremtéshez kezd. Szavára a föld visszakapja kezdeti édeni szépségét. Ő szól, és gazdag övezet borítja be a föld. Parancsára a föld és a vizek újra élettel telnek meg. Káprázatos teremtmények megszámlálhatatlan faja fedezi fel békésen az új paradicsomot. A levegő tiszta és kellemes, és a föld a teremtő bámulatos színpadjával lesz. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A világegyetem tökéletes biztonságban él. Az új Jeruzsálem a fővárosa, és minden teremtmény Isten szerető vezetését. Azok, akik megmenekültek az örök kárhozattól, olyan különleges kapcsolatot ápolnak teremtőjükkel, amit más mennyei lény nem értékelhet. Habár minden bűn és bűnös örökre megsemmisült, a lázadás egyik nyoma továbbra is megmaradt. Mi történt a kezeddel? Jézus kezein, lábain és az oldalán a forradások megmaradnak.
amint a tündöklő örökké valóságban egyik nap a másikat követi. A szomorú és fájdalmas emlékek eltűnnek a menny ragyogó dicsőségében. Többé nem leszünk időhöz kötve, Isten halhatatlan gyermekeiként szabadon érhetjük el legmagasabb céljait. Az elénk táruló korlátlan ismeret felüdíti és serkenti el. A megváltottak többé nem lesznek a földhöz kötve, hanem szabadon utazhatnak, és felfedezhetik Isten végtelen világegyetemének csodálatos szépség. A mennyben tökéletes béke és egység uralkodik. Az Isten és egymás iránti szeretet tölti be mindenki szívét. A Biblia ígérete szerint az eljövendő ország a te örök otthonod lehet. Jézus életét áldozta kereszten, hogy megbocsátást és bűnfeletti győzelmet ajánljon a szám. De mindennél jobban arra vágyik, hogy vele legyél ezen az újjáteremtett földön. Kétségbe esetten meg akar szabadítani, de ezt az ajándékot nem erőszakolja terhel. Neked kell eldöntened, ha elfogadod. Hozzájössz-e ma? Kérdőd, és ő a szívedben jön.